Egy bútor kiválasztásánál nem csak a kényelemre, hanem a dizájnra is érdemes odafigyelni, ugyanis az interjőr a stílusunkat képviseli. Sokszor hallani, hogy a design a kényelem rovására megy egy bútornál. Tényleg így van ez? A régebbi időkben ez még észrevehető volt, de most már nem. A tervezők figyelnek arra, hogy a kényelem legyen inkább a fontos, és a design jöjjön mellette. Fontos arra figyelni, hogy az adott környezetben a megfelelő bútorokat helyezzük el. Itt figyelni kell a környezet színvilágára, az élhetőségre, össze kell hozni a színvilágot, a kényelmet, a lehetőségek mindegy helyet. Milyen innovációk vannak a bútorgyártás területén manapság? Azt tapasztalom, hogy a gyártók most már mindenképpen figyelnek arra, hogy a komfort, a kényelem és a design az egy bútoron belül abszolút elérhető legyen. Ezért nagyon sok lehetőség közül tudunk választani. Értem ezt az alatt, hogy funkciós bútorokat gyártanak, kihúzható ülőfelülettel, mélyíthetem az ülőfelületet, kicsit ilyen fekvősre, hencsergősre, otthoni feelingembé tudom varázsolni a bútort, állíthatom a fejtámlákat az adott bútoron, tudom elektromosan, ugye ez régen nem volt elérhető, most már a legtöbb bútorba beleépítik, illetve beleaplikálják ezt a lehetőséget. Ez a rengeteg fejlesztés, ez a rengeteg szín nem zavarja össze az embereket? Abszolút nem. Igénylik és vágynak is az otthoni feeling megteremtése. Nagyon fontos, hogy egy bútor kényelmes legyen, hordozza magába az adott kényelmet, ezt érjük el a funkciók kialakításával. A kialakítások, hogy sarokverzió legyen egy bútor, vagy csak egy önálló kanapé, meghatározza az adott élhetőségi környezetet, és mindenképpen fontos is erre odafigyelni. Az ülő komfortnak a miensége nagy mértékben meghatározza az ülőbútornak a kényelmét, komfortját, a deréktámaszpárna, a fejtámla magasság és a kialakításnak ennek mindenképpen összhangba kell hozni. Makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Loves me better.